Szerbusztok fiúk, lányok, remélem vártátok már ezt a videót, de ha nem, nem baj, akkor is megkapjátok, ugyanis ez az én 2023-as évvégi játékváró lista rangsorolós videóm, ahol sorra veszem és rangsorolom a videójátékokat, amiket valamilyen okból kicsit vagy jobban várok a következő évben, években, attól függően, hogy mikorra jelentették be, illetve bejelentették-e egyáltalán a megjelenési dátumát. Úgyhogy ha érdekel benneteket, hogy milyen játékok érdekelnek engem, akkor tartsatok velem. Előre bocsátom, hogy kicsit megfogyatkozott a lista a tavaly évvégi videóhoz képest, amit egyébként visszanézhettek, linkelem a videó infokártyái közé, és akkor lehet visszanézni, összehasonlítani vagy pótolni, és most pedig belevágunk a jelenlegi várólistámba, ami 36 darab játékot ölel majd fel, úgyhogy készítsetek hideg élelmet és hálózsákot a videó nézése mellé. Egyébként ugyanazt a TR Maker oldalt használom fel, mint már így az előző videók mindegyikeinél, és mielőtt így belecsapnánk a levesbe, gyorsan ismertetném a kategóriákat, amikbe így sorra veszem majd a videójátékokat, amiket én várok. Hozzáteszem, hogy tényleg csak érdeklődés, illetve lelkesedés szinten várom őket, de nem feltétlenül fogok ész nélkül pénzt hozzávágni mindegyikhez, amikor megjelenik, és hasonló mentalitást javaslok nektek is, feltéve, hogy nem vagytok milliókkal elelesztve zseppénzgyanánt. Jól van, akkor nézzük ezeket a kategóriákat fölülről lefele. S, nagyon várom, és kvázi az az instant, amint megjelenik, ilyen-olyan módon, de fogok vele játszani kategória, és ezek azok a videójátékok, amik kérdés nélkül fogok játszani iszonyat sokat, bízom benne, hogy jó lesz, tudom, hogy jó lesz, gyakorlatilag 90%-os valószínűség felett bízom benne, hogy jók lesznek, mert hogy ezek már vagy kipróbált, bizonyított kiadók, készítők videójátékai, vagy pedig olyan videójátékok, akik nek az előző részével vagy az alapjátékkal egyszerűen nem lehet már utána mellé lőni. Majd azért meglátjátok, hogy ide mik kerülnek, szerintem meg fogjátok érteni, hogy miért bízom ennyire a sikerben. Ez alatt egyel az A kategória, ez is nagyon várom, instant fogok vele játszani gyakorlatilag a megjelenését követően, amint lehet, viszont itt azért fenntartom azt a jogot, hogy nem biztos, hogy annyira fog tetszeni, mint ahogy azt várom. A B kategória az a várós, de ott azért már tényleg van egy jelentős része annak, hogy egy kételje a lelkemben, hogy talán mégse lesz annyira jó, mint ahogy várom, de azért bízom benne, szeretném, hogy jó legyen, de majd várjuk ki a végét. A C az a középmezőny, érdekel a játék, aztán meglátjuk milyen lesz, az is lehet, hogy nagyon jó lesz, és egyből S kategóriába felértékelem majd, de az is lehet, hogy egy hulladék lesz, és kvázi, ahogy játszottam vele, utána kapcsolom ki és törlöm a gépemről. Szóval ez egy ilyen 50-50-50-50 százalék. Ez a C kategória. A D az már ez alatt van, érdekel még mindig a játék, de olyan sokat nem remélek tőle, tehát ez az alacsonyan van a léc, amit talán megugrik, de lehet, hogy leveri még ezt is. És végül, de nem utolsó sorban az E kategória, az az abszolút nem baj, hogyha kimarad, érdekel még valamilyen szinten, tehát hogyha van időm, érkezésem, és éppen nincs kedvem valami mással inkább játszani, ami inkább sanszosabb, akkor megnézem, de egyébként így, ha elmegy mellettem ez a vonat, akkor nem leszek szívbajos. Na, és akkor most, hogy ismertettem ezt a néhány kategóriát, vágjunk is bele. Arra gondoltam, mivel a játékok jelentős hányada szerepelt az előző évi listámon is, akkor először ezekkel kezdenénk, hogy mik ezek, amik már tavaly óta is a várólistámon trónolnak, illetve, hogy hova helyezném őket most idén, mennyit változott így a hozzáállásom a játékokhoz. Akkor vágjunk is neki, itt is alulról lefelé haladva. Első játékom a listán, és akkor itt ízítok hozzá egy ilyen kis képi anyagot is, az a Palworld, ami egy ilyen Pokémon és
Factorio keveréke, gyakorlatilag ilyen Pokémon-szerű lényeket, akiket nem Pokémonnak hívnak, hú, az előhúzott egy gépmordát, szóval ezeket lehet összefogdosni, gyakorlatilag Pokémon, csak utána, amiket mi befogtunk, azokat így ilyen gyárakba, ilyen gyártósorok mellé oda lehet állítani, és akkor van egy ilyen kis automatizálós, nyílt világú, építkezős, lénygyűjtős massza, és szerintem érdekes, viszont abszolút nem lesz baj, ha ezt így nem játszom. Egyébként 2024 januárjában akarják, hogy elstartoljon a játék, szóval nem kellett már sokat aludni, hogyha valaki erre vár nagyon, de meglátjuk, hogyha lesz éppen érkezésem, akkor ki fogom próbálni, de ha éppen nem, akkor így jártam. A Pokémonokkal amúgy úgy vagyok vele, hogy a Nintendo-s Pokémonon játszottam a Switch-re a tavaly előttivel, beletettünk jó pár órát a gyerkőccel, de összességében nekem a Pokémonok úgy már nem pálya. És most ez játékformában ugyanezt, tehát biztos bele tudnék tenni jó pár órát, de most megint egy ilyen lénygyűjtögetős, karakterfejlesztős, nyílt világú, MMO jellegű történet. Meglátjuk. Meglátjuk. Minden esetre ez már az előző évben is szerepelt, és egyen lejjebb csúsztattam az előző évhez képest, mivel előző évben azt hiszem ez D vagy C kategória volt, most már úgy vagyok vele, hogy ha kimarad, akkor sem leszek szívbajos tőle. Úgyhogy ezt tudja a párról. De viszont ez volt az egyetlen E kategóriás játék ugye a tavalyi eresztésből. A következő játék az pedig a Metal Slug Tactics, ami pedig az E kategória, vagy bocsánat, a D kategóriába kerül most, ő is egyen lejjebb csúszott. A Metal Slugot én nagyon szeretem, mint zsáner, de az ugye egy platformjáték volt, egy arcade platformjáték a 90-es évekből, imádom, megvan Switchen, és ugyanúgy játszunk vele, ez a fantasztikus, és akkor ez most egy ilyen körökre osztott taktikai, stratégiai játék lesz, olyasmi, mint az XCOM egyébként, csak Metal Slug, és tényleg a grafika, a látvány hozza tényleg az abszolút retro Metal Slug élmény. A játék, hát nem tudom majd milyen lesz, sokat nem árultak el ezek a képsorok, amiket láthattunk róla, hogy mennyire lesz mélysége a játéknak. Érzésem szerint akkora nem lesz, úgyhogy éppen ezért raktam a D kategóriába, hogy nem várok tőle túl sokat, de mivel Metal Slug érdekel, és mivel taktikai, körökre osztott stratégiai játék szintén ott van a radaromon, meglátjuk, hogy mit hoznak ki belőle. A Dotemu készíti, ami azért pozitív, de ők inkább abban jók, hogy ilyen régi retro játékokat újítanak föl, és tálalnak új köntösben, és hát kiváló dolgokat csináltak, tehát hogy a Streets of Rage, vagy a Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, hú, de sok esbetű. Tehát, hogy imádom ezt a két játékot, és hogyha most ebből a Metal Slug Tactics-szal sikerül valami jót megint előállítaniuk, én nem leszek bánatos. Úgyhogy D kategória. És ezzel a D kategória is kifújt a tavalyi játékokat illetően, és megyünk tovább a C-re, tehát az a 50-50 százalék, hogy jó lesz vagy nem lesz jó, minden esetre érdekel továbbra is a játék, szeretnék játszani vele. Az első az a Lysara Summit Kingdom, a hegyoldalába városépítős játék, ilyen tibeti felütéssel, mindjárt megtalálom a listába, és be is rakom, így van, Lysara, hát gyakorlatilag olyan, mintha Anno vagy Settlers lenne, csak egy hegyoldalba kell mindezt elkövetnünk, és akkor tényleg ilyen Nepal feelingje van az egésznek, vagy kicsit még talán a Frostpunk az, ami így beugrik, csak azért, mert itt most ugye a hegy csúcs az, ami középen van, és így körkörösen építünk, és akkor így mit lehet egy ilyen hegyoldalba városépítős játékból kihozni? Kicsit félek tőle, hogy nem lesz túl komplex az egész, úgyhogy inkább csak így a felütés az, ami tetszik, hogy egy hegyoldalban ilyen keleties hangulatú nepáli városkát építeni, és elsőre szépnek tűnik. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire van mélysége. Én azért, ha nem húz be a játék így a komplexitással, és az, hogy ilyen számos rétegben jól meg van csinálva, és egyre komplexebb és bonyolultabb lesz, és egyre több mindenre kell odafigyelni, és egyre több mindennel kell számolni, akkor valószínűleg rövid úton el fogom unni ezt is. De mint koncepció, nekem tökre tetszik, hogy egy hegyoldalba városkát építeni, és annak minden bajával és feltételeivel számolni. Úgyhogy ezt tudja a
Lycera Summit Kingdom, a következő játék pedig ugyancsak a C kategóriában maradt tavalyról, az pedig a Lightyear Frontier, ami pedig 2024 márciusára van jelen pillanatban datálva. Ez gyakorlatilag egy Satisfactory és Stardew Valley kombináció, tehát lemegyünk egy ilyen mekával egy idegen planétára, és utána ott veteményeznünk kell, meg farmolni, meg minden ilyesmi, szóval mondom, egy nagyon érdekes koncepció, én úgy vagyok vele, hogy abszolút megér egy próbát, ráadásul így kinézetre is nekem így abszolút bejövős, meg ez a skifi koncepció, hogyha a farmolós része is kellően jól ki lesz bontva, akkor szerintem nem lesz ezzel probléma, bár érzésem szerint, mivel nagyon erős Satisfactory vibe-okat penget, és hát a Stardew Valley is egy másik olyan játék, ami gyakorlatilag fönn van a maga és onnan már csak lenézni tud. Tehát, hogy félek attól, hogy annyira el vagyok kényeztetve egy a Satisfactory-vel és a Stardew Valley-vel, hogy ez a játék egyszerűen nem tudja meglépni azt, amit így elvárnék tőle ahhoz, hogy igazán szeressem. Éppen ezért egy ilyen közép C kategóriát szavaznék meg neki, és hát ha szerencsém lesz, akkor ez fölmehet a BA osztályba is, de ha nem, akkor elfelejtődik ez is a többiekkel. Minden esetre 2023 tavaszán érkezik a Lightyear Frontier. És akkor jöhetnek a B kategóriás játékok, ugye ezek azok már, amik így kifejezetten tetszenek és várósak, és remélem, hogy jók lesznek, mert szeretnék velük kellemesen csalódni, illetve sokat játszani majd. Az első ilyen a Honeycomb, a The World Beyond, ami 2024 harmadik negyedévére, hát inkább évvégére mondanám, hogyha szerencsénk van. Na, ez a játék pedig a Subnautica ötvözve egy ilyen genetikai kísérletezős játékkal. Tehát konkrétan ez arról fog szólni, hogy szkenneljük folyamatosan a környezetünket, a flórát és a faunát, és akkor ezekkel, természetesen ezeket felhasználva kell építkeznünk, és kísérleteznünk vele, új fajokat szelidíteni, létrehozni, kombinálni, és így mondom, az egész játéknak a felütése tökre tetszik, tehát adva vagyon egy ilyen viszonylag békés, tehát nem hiszem, hogy lesz benne nagyon harc, bár a túlélő ott van rajta, tehát hogy a túlélő játéknak indul, viszont én szerintem elsősorban erre azon lesz a fókusz, hogy a környezetet ismerd meg, és tapasztald ki, és kicsit alakíts, tanulmányozd, és akkor hozd létre új fajokat, és akkor azokkal farmoljál meg minden. Tehát, hogy szerintem ez ilyen tök jó chilles játéknak ígérkezik, aztán ki tudja, lehet, hogy éjszaka elszabadul itt is a pokol, és akkor jönnek az ilyen mutáns torszülöttek, hogy így széttrancsírozzanak, ha csak nem bújsz be a vackodba. Szóval Honeycomb, ezt a játékot már tavaly is vártam, és igazándiból egyel följebb soroltam, mert ahogy így egyre több mindent mutatnak a játékból, nekem egyre jobban tetszik. A skifi része, a felfedezős része és a kísérletezős része egyaránt is. És ha még egy ilyen jó kis chilles játék lesz, akkor nagyon adom, főleg, hogyha a gyerkőccel is le fogunk tudni ülni, játszani esetleg, mert nem lesznek rímálmai esetleg a különféle kreatúráktól. Bízunk benne. A következő ugyancsak B kategóriás, az a Witchbrook, hát itt nincsen videó sajnálatos módon, ez a Harry Potter-es Stardew Valley. Én itt tudnám apostrofálni, a Chucklefish készíti már jó pár éve, sokkal többet nem tudok róla, csak annyit, hogy nagyon-nagyon királyul néz ki, és hogyha kapunk egy ilyen varázslóiskola live simet, én azt nagyon szívesen kipróbálom, és hát bízom benne, hogy rá fogok csavarodni, de nem tudom még így ebből egy megállapítani, mert túl sok egyéb információ egyébként nincs a játékról, mint az, hogy már készül, és remélhetőleg 2024-ben már lesz lehetőségünk kipróbálni, hanem egyenesen meg is jelenik. Úgyhogy hajrá, hajrá, Witchbrook! A következő pedig a Fata Deum, ami egy Isten szimulátor, már tavaly is vártam, és most is ugyanúgy várom. Gyakorlatilag Black and White 2023 helyett most már 2024, ha minden jól megy. Abszolút Black and White-os vibe-okat penget ez a játék is. Mi egy ilyen mindenható entitás leszünk, és akkor a kis népünket kell terelgetni, és vérmérséklettől függően lehetünk kegyetlenek,
szigorúak, vagy pedig jóságos és magasztos istenek, és akkor ennek megfelelően alakíthatjuk a népünk sorsát, illetve a környezetét is. Már most azt hiszem ki lehet próbálni egy demo verziót a játékhoz, amit még nem tettem meg, de valószínűleg tartom, hogy ezt így a január-február tájékán majd megpróbálom megtenni, hogyha még kin lesz a demo változat, mert szeretnék egy ilyen előzetes mintavételt a játékból, aztán lehet, hogy ennek függvényében lekerül erről a listáról úgy cakkumpak, vagy pedig itt marad, vagy még följebb kerül, attól függően, hogy mit tapasztalok így a demóból. A következő játék a Falling Frontier, egy science fiction űrhajó menedzser játék, szimulátor, stratégia. Ezt a játékot sajnálatos módon most csúsztatták, mert 2023 év végén szerették volna megjelentetni, azt nem tudni, hogy Early Access-ben vagy sem, de igazából mindegy is, mert most csúsztatták egészen 2025-ig. Úgyhogy ez egy picit aggodalomra ad okot, amit így látni lehetett a játékból, az egyszerűen brutálisan jól néz ki, meg maga az, ahogy így zoomolni lehet, tehát amit itt most láttok így a videóban, az konkrétan a gameplay, tehát hogy így a naprendszerről be lehet zoomolni így a bolygóknak így a felső légkörébe, ahol ott vannak ilyen nagyon szép fotorealisztikusan elkészített űrhajó modellek, és reális űrhajó csatákat lehet benne vívni. És akkor ez csak az űr csata része, ehhez párosul, mondom, egy stratégia management vetület is, és hogyha azt ugyanilyen szépen kibontják, akkor hújjújjújjúj, tehát hogy így bányászat, kereskedelem, űrhajó, bartelezés, kalózkodás, és ami még ezzel jár. Úgyhogy én nagyon drukkolok ennek a játéknak, viszont ez még valószínűleg a következő évi várólistámon is benne lesz. Ha addig kiderülnek még új infók a játékról, akkor pedig annak megfelelően az elvárásaimat is frissítem. A következő, szintén B-kategóriás, az pedig a Hollow Knight Silksong. Ez egy egyen lecsúszott, ugye ezt tavaly az A-kategóriába raktam, csak azért, mert Hollow Knight, és a Hollow Knight az egyik legzseniálisabb Metroidvania játék, hanem az egyik legzseniálisabb játék, amit valaha csináltak. És akkor ennek készül a folytatása. Igazándiból ez nem annak szól, hogy ez ne lenne ugyanilyen jó, egész egyszerűen én egy kicsit így eluntam a várakozást, és ennyi. Ettől függetlenül mindenképp ki szeretném próbálni, ha megjelenik egyszer. Egyelőre még nincs hozzá, még mindig megjelenési dátum, de talán majd 2024-ben valamit most már rittyentenek. Minden esetre nem félek attól, hogy rossz lesz a játék. Azt garantálom. A következő az a Bloody Hell Hotel, ez is maradt ugyanott a B-nél, ez gyakorlatilag egy vámpír szálló. Tehát egy vámpírral vagyunk, és akkor egy hotelt kell menedzselnünk, és vendégeket fogadnunk, akiket jól leszívunk, és nem csak a pénztárcájukra céljázok, hanem nem kell rosszra gondolni, fúj. Szóval a vérüket szívjuk le, és közben meg jönnek majd a vámpírvadászok, meg egyéb igények így a vendégek részéről, és nekünk meg használni kell így a paranormális képességeinket is így a hotel menedzsentjéhez, és ilyen nagyon-nagyon érdekesen elszott vizualitása van, de jó értelemben, tehát nekem tetszik ez a kicsit ilyen Tim Burton-ös ábrázolásmód ezekkel a elnagyolt, nagyfejű alakokkal, és akkor mellé még képességfejlesztés, hotel management, és a többi, és a többi. Meg ugye az alkalmazott zombikkal lehet majd így automatizálni valamilyen szinten a hotel működését, hogy nem minden kuli munkát nekünk kell csinálni. És hát igen, elég betegnek tűnik ez a játék, úgyhogy várom továbbra is a Bloody Hell Hotelt, remélhetőleg, hogy 23-24-ben most már lesz lehetőségünk kipróbálni. És végül Ara, History Untold, ez az Xbox-nak, illetve a Microsoft-nak a Civilization killerje, vagy legalábbis így megpróbálják vele így bevenni a Civilization babérjait. Érdekel, mindenképp érdekel, tehát a Civilization nagyon szeretem, és bármilyen játék, ami így a megfelelő kvalitásokkal és háttérrel, felvételvel megkísérel a Civilizationnek konkurenciát állítani, az alapvetően ott van a radaromon.
és tematikájától függően döntöm el, hogy fogok-e vele játszani vagy sem, illetve attól, hogy így mit látok a játékból, mit kínál, mennyire rezonál együtt velem. Alapvetően ha egy kicsit máshogy próbálják megközelíteni azt a emberiség történelme dolgot, mint a Civilization teszi, annak én örülök, és itt ez a játék egyelőre így pontosan ebben jeleskedik. Elsősorban hogy az építkezés és a zónák, szektoroknak így a kezelése tűnik merőben újszerűnek így a Civilizationhöz képest. Nincsenek hexagonok, ahogy látom, ellenben vannak nagyon szép ilyen városképek, nagyon sok épület, amit fel lehet húzni, és persze csaták minden mennyiségben. Ami ezeknél a játékoknál számomra egyébként mindig nagyon érdekes kérdés, és nagyon sajnálom, hogy általában nem sikerül teljesíteni az én reményeimet, az az, hogy mennyire mennek előre a történelemben, mennyire mennek bele a jövőbe, a távoli jövőbe. Eddig igazándiból egy olyan Civilization játék volt, ami elment a jövőbe, az a Civilization Call to Power volt, amit mind a mai napig az egyik kedvenc játékomnak tartok, de azóta nagyon nem. Tehát elmegyünk egy ilyen közeljövőbe, egy ilyen kis lépegetők, meg ilyen intelligens robotszerű dolgok, de ennyi, tehát hogy itt kifújt. Én pedig annyira várnék ennél többet, futurisztikusabbat. Persze volt egy Beyond Earth is, de az meg már nettó a jövőbe játszódott. Én nekem az kellene, hogy így az ókortól eljussunk mondjuk egy 3000-es évig, és akkor ami addig így bele strófolható így az emberiség történelmébe. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mit tud majd az Ara Historian told, rajta tartom a szememet, bízom benne, hogy jó lesz, de azért van egy kis kételj bennem, hogy igazándiból kapunk egy bénább Civilizationt. És egyébként már dolgoznak a Civilization 7-en gőzerővel, csak még nem jelentették be, hogy meg fog jelenni valamikor egyszer, de már dolgoznak rajta, úgyhogy igen, igen, magasan van a léc, kíváncsian várom, hogy megugorja ezt az Ara. És végezetül még egy B-kategóriás, az a City of Atlantis. Ez egy Frostpunk, csak Atlantisszal. A játék már a tavalyi várólistámon is benne volt, igazából helyben maradt, és igazán nekem ennyi, tehát tetszik, nagyon tetszik a koncepció, nagyon tetszik így a megvalósítás is így látványra, és remélem, hogy lesz mélysége is a játéknak, nem csak ilyen külsőségek, ilyen csili-csálé, mert az viszont az bűrosz, amikor van egy játék, így tök jól néz neki, viszont olyan sekély, és itt azért az Atlantisról van szó, ami elsüllyed, tehát mélységet várnék ettől a játéktól, szó szerint és átvitt értelemben is. Meglátjuk. Egyelőre nem tudni, hogy mikor jelenik meg. Kicsit félek attól, hogy benne ragadt egy ilyen fejlesztési pokolban, de hátha 2024-ben újabb hírt ad magáról a játék. Mindenesetre várom, rajta tartom a szememet, és hogyha megjelenik, biztosan fogok vele játszani. City of Atlantis. És végül, de nem utolsó sorban, az utolsó B-kategóriás játék ebben a listában tavalyról, az pedig a Manor Lords. Idén, évelején játszottam egy kicsit a demójával, és nagyon adta. Tehát nekem egy kellemes meglepetés volt, és őszintén szólva iszonyat jó. Én nem lelkesedem az úgy a középkori tematikájú játékokért, de ez, hogy ott építed így a fotorealisztikus kis kulipintyó falvadat, és utána ott be is lovagolhatsz, és tényleg minden apró kis részlet, minden kis tyúkoltól kezdve az utolsó ilyen kis szénabáláig minden számított a játék. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, amikor már megjelenik. Elméletileg 2024 tavaszára rebeszélgetik, a Hooded Horse-ék készítik ezt is egyébként, mint ahogy több más korábbi játékot ebben a listában, például a Fata Deumot, a Falling Frontier-t és a Hooded Horse-ék fémjelzik. Úgyhogy a Hooded Horse-tól most az utóbbi években nagyon sok jó játékot kaptam, bízom benne, hogy ez is egy újabb jó játék lesz 2024-ben, úgyhogy megyünk parasztfalvakat készíteni! És irány az A kategória. Na, hát ezek már durván kedvenc játékok lesznek. Ó, közben elfelejtettem ide bepakolni a különféle játékokat, úgyhogy elnézéseteket kérem, ezeket itt most pótlom. Failing Frontier, Manor Lords, City of Atlantis,
Hagytam itt még ki valamit? Ara, History Untold, remek, és... Witchbrook. Igen, itt van. Jó! Szóval, A kategória. Limbus Company-t azért tettem ide, mert ez a játék megjelent, viszont folyamatosan kapja az újabb és újabb tartalmakat, és maga a játék, a harcrendszer zseniális, a zenék zseniálisak, amik alatta futnak, és hát maga a történet, gyerekek, tehát, hogy olyan durván jó sztorikat raknak minden egyes fejezet alá, amiket így negyed évente jelentetnek meg, hogy kifejezetten ezért nagyon várom. Azért nem S, mert tavaly ez a játék S kategóriás volt, pusztán azért, mert mennyire szerettem így az előző két játékot, főleg a Library of Ruinát, és még nem tudtam, hogy mire számítsak a Limbus Company-tól, de most már tudom, mire számítsak, és mondom, nekem ez a gacha free-to-play mobiljáték része egy picit így visszavesz az élményből, és nagyon sajnálom egyébként, de abszolút megértem, hogy emellett a modell mellett döntöttek, és egyébként zárójelesen ebből egy nagyon korrekt és nagyon jó megvalósítás született, tehát hogy nem egy ilyen lehúzás fest, csak ugyanakkor egy kicsit farmolós néhol, és ez az egy, ami igazándiból levesz az egészből, de egyébként a sztori, és nagyon várom a következő update-et a játékhoz, úgyhogy ezért került az A kategóriába tavalyról. A City Skylines-t is ide pakolnám. Mindjárt mondom miért. Ugye a játék megjelent, úgy ahogy. Nekem nagyon tetszik, olyannyira tetszik, hogy kifejezetten várom hozzá, hogy milyen update-ek jönnek még. Most így az első update-ek, hát nem túl erősek, viszont a modok és az asset pakkok, amiket már így beígértek, és itt kicsit így most így féloldalosan, de így bevágtam azt a trailer videót, ami így a modokról, a modderekről szól, konkrétan 8 regionális modpakkal fog elstartolni majd a mod támogatás a játékhoz, ha egyszer így sikerül belevarázsolni ők valamikor következő év derekán, és 2500 plusz különféle ilyen kis asset lesz benne, teljesen ingyen, és Ázsia, Franciaország, Észak-Amerika, Kanada, Németország és Kelet-Európa, és ott konkrétan láthatátok az előbb Budapestre egy bevágást. Szóval, ha City Skylines-ba Budapestet építhetünk a budapesti architektúrával, jöhet. Úgyhogy ezért is került ide a City Skylines. A játék tényleg olyan lett, amilyen a startja, nem a legszebb, ugyanakkor én továbbra is bízom abban, hogy a készítők ezt igyekeznek majd helyrehozni a legjobb tudások szerint, és amikor ez meg lesz, hogy optimalizálták végre a játékot, és elkezdenek kidőlni a stúdió kezei közül a különféle DLC-k, ingyenes frissítések és a modok a mindenki kezei közül, na akkor kell majd megint vonni egy mérleket, hogy mit tud majd a City Skylines 2. De szerintem nem lesz okunk panaszra. És nem... Hopp. De igazándiból mindegy is, ugrunk egy játékot, de még ide az A kategóriába egy játékkal tartozom, az pedig a Haunted Chocolatier, és ehhez nem tudok most videót párosítani sajnos. Ez a Stardew Valley készítőjének a következő készülő új játéka, ahol nem farmot fogunk üzemeltetni, hanem egy csokoládégyárat, egy kísértet járt a csokoládégyárat. Láttam képeket a játékról, város. De egyelőre nincs több info, hogy mikor szándékozik megjelenni, milyen formában szándékozik megjelenni, de én a Stardew Valley után megszavazom a bizalmat. Úgyhogy a Haunted Chocolatier ugyanúgy maradt az A kategóriában, és remélhetőleg idén már lesz szerencsénk vele játszani. Na, és akkor S kategória, még mindig a tavalyi eresztésből, ez gyors lesz. Az első S kategóriás játék az a Hades 2, város, nagyon szerintem nem kell különösképpen bemutatnom a Hades-t, egyelőre még bejelentéssel vár, nem tudni, hogy mikor jön, lehet, hogy csak 2025-ben, de nem baj, jöjjön, amikor jönnie kell, dolgozzanak rajta. A Hades az egyik legzseniálisabb, nem csak hogy a roguelite játékon belül, de úgy a videójátékok történelmén belül is az egyik legjobb
legjobb játék, amit valaha készítettek, és ennek jön most a folytatása. Úgyhogy elvárások vannak, de elnézve így az első kis trailer videót, illetve így a játékból azt a pár kis szösszenetet, amit így láthattunk, szerintem hozni fogja a Hadesnak a szintjét. Igazándiból kapunk még több Hadest, és akkor már jók vagyunk. Nem is kell többet várni tőle. Tehát nem kell újra kitalálniuk az egészet. Elég, hogyha egy-két új képesség, egy-két új játékmechanika, és hát még több a Hadesből, és akkor ez az a Hades 2. Szóval nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy mikor jön, és hogy mit fog tudni. A Frostpunk 2-t sem kell szerintem különösképpen ecsetelnem, hogy miért az S kategóriába rakom. Egyszerűen a Frostpunk is az egyik legkirályabb játék, amivel valaha volt szerencsém játszani egy a városépítős menedzser játékok terén, és akkor jön a második része valamikor 2024-ben, ami még tovább kibővíti ezt a világot, és remélhetőleg a játék lehetőségeket is. Nagyobb város, több lehetőség, és még több káosz így ebbe a fagyos pokolba, amit így a Frostpunk világa jelent. Nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz. Elméletileg hamarosan kapni fogunk egy bővebb ilyen játéktrélert is, tehát amikor így többet mutatnak és mesélnek majd így a videójátékról, meg a gameplayről magáról, úgyhogy egyelőre elégedjünk meg ennyivel, jön a Frostpunk 2, és több olaj lesz benne szén helyett. És az Amazing Cultivation Simulator, ez most az első rész, amit itt láthattok, mert a második rész még nincs kint Steamen, és akkor így kicsit nehéz belőle videóanyagot így begyűjteni, de a lényeg, hogy ez egy Rimworld-szerű játék, tehát egy ilyen kolónia management, és ennek jön a folytatása, viszont ez már nem ilyen felülnézetes, sprite-os történet lesz, hanem egy kvázi harmadik személyű akció, kaland, stratégia, kolónia management ötvözet. Nagyon keveset lehetett még látni. Nekem az Amazing Cultivation Simulator az egyik legjobb játék, amivel valaha játszottam, kategóriába esik szintén, nem véletlenül raktam az S kategóriába, és annyira szeretném, hogy a második része is ugyanilyen jó legyen. Nagyon-nagyon sokat kotlanak rajta, és remélem, hogy okkal. Nagyon-nagyon remélem. Úgyhogy szintén az Amazing Cultivation Simulator 2-t eszméletlenül várom, és minden infót, ilyen kis infomorzsát, amit így csepegtetnek így negyedévente, fél évente róla, így iszom föl egyből, szippantom magamba. Úgyhogy várom a második részét ennek is. És hát végezetül nem utolsó sorban, pillanat és pakolom föl itt a listára közben, Amazing Cultivation Simulator 2, így a Dyson, a Satisfactory és a Factorio DLC-t, így egybe. Igazándiból az első kettőről, igen, a Factorio az fog kapni egy DLC-t, egy hivatalos DLC-t. Hol a Factorio? Úristen, eltűnt a Factorio, nem tudom kirakni. Mindegy is. Itt a Factorio, legyen, itt van az a Factorio valahol. Na. Szóval, a lényeg annyi, hogy itt most a Factorio-nak a DLC-jéből láthattok egy ilyen kis animációt, hogy mit fog tartalmazni, de előtte még a Dyson és a Satisfactory, hogy miért raktam föl őket erre a listára, már megint! Alapvetően ezeknek a játékoknak az update-jét, illetve az 1.0-ás megjelenését várjuk most már. A játékok fantasztikusak, gyakorlatilag többet tudnak, mint nagyon sok kész játék egybevéve, és minden egyes update-jét kázé úgy kezelem, mint egy önálló különálló megjelenés, tehát annyi sok minden kerül ezeknek a játékoknak a frissítéseibe, és annyira tartalmas és sok játékórát jelent minden egyes update ezekhez, hogy igazándiból ugyanúgy várom a következőt, bármi legyen is az. A Dysonnál ugye a következő update az a harci update-nak a folytatása lesz, ugye most került be december közepén a harcrendszer végre a Dyson Sphere programba, úgyhogy lehet így a sötét köddel küzdeni, de ez még csak a fele a történetnek. Az űrplatformok, űrbázisok, űrcsaták, azok még ezután következnek majd. És hát a Satisfactory, ugye a 8-as update egy grafikai tuning volt, és hát a 9-es update nem tudjuk még, mi lesz benne. Lehet, hogy az már a megjelenés előtti update lesz, lehet, hogy még nem.
Mindenesetre bármivel is jönnek, én azt nagyon nagy szeretettel várom. És hát végezetül a Factorio, aminek valamiért eltűnt itt az ikonja, úgyhogy nézzétek el, nekem nem tudom ide kipakolni fölülre. Tehát az kapni fog egy DLC-t. Egy űrhajós DLC-t, mint ahogy látjátok. Tehát gyakorlatilag megyünk az űrbe, és ilyen űrplatformokon fogjuk szedegetni, meg gyűjteni az űrszemetet, és abból egy ilyen önjáró űrhajószerűséget összetákolni, és rajta gyártósorok, meg mi egymás. De ez nem elég, le is fogunk tudni szállni majd bolygókra. Úgyhogy konkrétan ez a DLC fenekestül fel fogja forgatni a Factorio világát, olyannyira, hogy már most mondják, meg hetente raknak ki infókat egyébként a játékról, hogy gyakorlatilag az egész alapjátékot olyan szinten újra fogja balanszolni ez a DLC, ami egyébként opcionálisan lesz beaktiváltó, tehát hogyha valaki nem szeretné, nem nincs meg neki, akkor marad az a Factorio élmény úgy, ahogy van most, kisebb változtatásokkal, de ez a játék viszont így menüben megváltoztatja az egész tech tree-t, a különféle nyersanyagköltségeit az egyes dolgoknak, hogy mi mennyibe kerül, stb. De viszont űrhajókat fogunk építeni, meg bolygókat kolonizálni és automatizálni, úgyhogy így hújújújújújúj. Nagyon durvának ígérkezik, úgyhogy a Factorio DLC testem készen áll. Jó, és akkor ezzel itt most húzunk egy vonalat, mert ezek voltak azok a játékok idáig, amik a tavalyi lista videómban is benne voltak. Láthatjátok, próbáltam így kiemelni egy picit, hogyha valahol történt változás, illetve ti magatok is összehasonlítjátok. Most viszont következzen még néhány játék, nincs sok, közel se annyi, mint tavaly volt, ami nem baj. Mert legalább ezek a játékokkal remélem szerint több időt fogok tudni eltölteni, és érdemben tartalmat készíteni róluk nektek. Úgyhogy következzenek most az új elemek ebben a listában, ugyanúgy az alsó szintről indulva. Az első az az X4 Timelines, ami az a E kategóriába landolt nálam. Na, ezt egy kicsit így megmagyaráznám, hogy miért is. Alapvetően az X4-et imádom. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Viszont ez az új játék elsősorban ilyen kis szkenáriókat tartalmaz majd, és nem a sandboxot bővíti ki. A sandboxban annyi lesz az újítás, hogy ha a szkenáriókat megcsináljuk, akkor a sandboxban is felnyit dolgokat, leginkább ilyen űrhajó dizájnokat, meg űrhajó kellékeket, úgyhogy akik a sandboxban szeretnek tevékenykedni, azoknak is, ha szeretnék ezeket az extra skineket, meg mindent unlockolni, akkor érdemes lesz végig tolni a gyorsan a szkenáriókat. Másrészt viszont ez, azt mondják a készítők, hogy az egyik legjobb bekapcsolódási pont lesz a szériába. Egy szóval a szkenáriók ilyen kis mini tutoriálokként fognak funkcionálni, és így segíteni az új játékosokat. A régiek pedig ugye egy kicsit így kikapcsolódhatnak a sandbox élményből, és utána visszatérhetnek a sandboxba új kütyükkel, amiket így kioldottak hozzá. Azért raktam ezt az E kategóriába, mert bár az X4-et nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de ha véletlenül ez elmenne mellettem, túl fogom tudni élni, attól függően, hogy mennyi időm lesz éppen játszani. Azt tudni kell, hogy az X4-be a világ összes óráját bele lehet égetni, úgyhogy senkinek ne legyenek illúziói, ha egyszer valaki ezt tényleg elkezdi játszani, akkor ott az 50-100 órák úgy röppennek el, mintha nem tudom én, gyors vonat lenne a vasúti megállóban. Úgyhogy X4 Timelines egyáltalán nem félek attól, hogy ez rossz lesz, egyszerűen ez csak az én preferenciám miatt kerül most az E kategóriába, mert ez nem egy olyan kiegészítő, mint a korábbiak, hanem inkább ilyen új játékos barát. De aztán ki tudja, lehet, hogy tökre nagyot tévedek most, és az egyik legjobb játék lesz, amivel játszok 2024-ben, vagy az egyik legrosszabb, majd meglátjuk. Az Ultros, ez az Ultros. Ez már D kategória nálam, ez gyakorlatilag egy ilyen pszichedelikus Metroidvanian platformjáték, ami tényleg így a dizájnja miatt fogta meg a figyelmemet, és már játszottam hasonlóval
az pedig a Sundered volt. Az nem pszichedelikus, az Lovecraftos volt, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Na, itt valami hasonló hangulatot vélek felfedezni, kicsit kevésbé Lovecraftos, inkább ilyen, bár nem, itt azért vannak ilyen nagyon elborult dolgok, tehát, hogy inkább ilyen gigeres, mint Lovecraftos, bár azért Giger is nagyon sokat merít, illetve sok mindenben rokonítható így a Lovecraftos tematikával. A lényeg, hogy itt inkább a vizualitás lesz erős, mint hiszem inkább a Metroidvania platformjáték. Én annak örülnék, hogyha mint platformjáték önmagában is megállná a helyét, és nagyon jó lenne a végén, bár itt azért vannak kétségeim, úgyhogy ezért kerül a D kategóriába az Ultros. És kíváncsi leszek, hogy mikor érkezik február tájékán. Igen, itt írja, most konkrétan most nézem, február 13-ára ígérik. Kíváncsian várom. És száguldunk tovább a C kategóriára. Zepon! Na, ezzel a játékkal idén már találkoztathatok a csatornán a demójával egészen konkrétan néhány héttel korábban, illetve inkább már hónappal korábban. Ez egy posztapokaliptikus sci-fi civilization-szerű játék. Igen, végre. Témánál vagyunk. Na de, a lényeg annyi, hogy egy ilyen nagyon-nagyon elcseszett földön kell túlélnünk, számos technológiával, frakcióval, és van ebben is egy nagyon erős ilyen Lovecraftos utóhatás. Itt látható, hogy ilyen moddolható egységek vannak, amiket attól függően alakíthatunk, hogy milyen játékstílusunk van. Gyönyörűen néz ki a játék, és nagyon-nagyon hangulatos, és sok minden van benne. Egyébként a Warhammer, most nem jut eszembe, de van egy hasonló játék, ugyanezekkel az emberek készítik, akik az Epont is, csak Warhammeres kivitelben. Ott azért nagyon sok áthallást véltem felfedezni, szóval akik a Warhammer verziójával játszottak sokat, akkor azoknak nem biztos, hogy sok újat fog tudni mutatni ez az Epon. Mindenesetre nekem, aki nem játszottam a Warhammeres verziójával, nekem nagyon tetszett, úgyhogy egy ilyen kényelmes kis arany középút így a C kategóriában a Zephon nálam nagyon érdekel, és remélem, hogy kellemesen csalódok majd benne, amikor majd megjelenik a teljes változat és a játéknak. A demóval kb. 8-10 órát előttem, by the way. A következő Tempest Rising. Na, ha hozzám hasonlóan vannak ilyen régi Command & Conquer-es rutinrókák, akkor azoknak ez a játék iszonyatosan ismerős lesz nagyon sok szempontból. Itt például Frank Klapp, aki, igen, ez ő, ad interjút a videó kedvéért, aki szintén szerez zenét ehhez a játékhoz, és hát tehát ez a játék pofátlanul Command & Conquer, a Tiberiumos Command & Conquer szériából, és ennyi, tehát, hogy ez egy Command & Conquer rip-off, de ez most csak a szójáték kedvéért, tehát, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Én nekem a Command & Conquer egy meghatározó játék volt mindig is az életemben, és ha érkezik egy ilyen 2023-as verziója, ami a régi Command & Conquer-es feelinget hozza vissza, akkor én így nagyon szívesen játszanék vele. Kérdés az, hogy milyen lesz a megvalósítás, illetve, hogy én nekem ugyanúgy fog-e tetszeni, mint régen. Ugye a Command & Conquer az idestova 25 éves, kb. 25, vagy több, 96-os, ez 4, 24, 28 éves, Jézus Isten! Szóval igen, elég sok víz lefolyt már a Dunán azóta, és ebből kifolyólag lehet, hogy már én nekem sem fog úgy tetszeni, mint mondjuk gyerekként tetszett, annó gyerekként imádtam, lehet, hogy így felnőtt fejjel már így azt mondom, hogy oké, jó játék, de köszi, hello, engem ez már nem érdekel, de hát, ha beszippant újra. Minden esetre Tempest Rising 2024-ben várható Command & Conquer rajongóknak érdemes rajta tartani a szemüket. Egyébként nem ide tartozik, most a neve se ugrik be, de van egy másik hasonló készülő RTS játék, ami meg nettó, még grafikailag is a régi első Command & Conquer-re hajaz. Most meg nem mondom a nevét, de ha majd valakinek így megvan, az írja már be így a kommentek közé. Köszönöm szépen! Terraformers kiegészítő, New Frontiers.
A Terraformers egy tök jó ilyen stratégiai játék, Marsot kellett terraformálni, van róla videó a csatornám, és ennek érkezik egy DLC-je, ami lehetőséget ad, hogy a kis Mars terraformálós operációnkat kiterjesszük más bolygókra is. Bizony, bizony, és ez tipikusan az a példa, amikor van egy jó alapjáték, amihez csak hozzá kell rakni, toldozgatni többet, és az jó lesz, az elég lesz, nem is kell más. És ez konkrétan az a fejlesztés, az az expanziója a játéknak, amit én is szívem szerint hozzátettem volna. Tök jó, terraformáltuk a Marsot, és akkor a Mars körül létesítsünk bázisokat, a holdjain a Marsnak, menjünk át másik bolygóra, és így terjesszük az igét, gyűjtsünk be onnan is erőforrásokat a többi bolygóról, és a többi, nem tudom, nagyon dolgozik most bennem ez a Dyson hangulat, de akkor is, tehát hogy én ezt szeretem, amikor elindulunk kicsibe, és akkor szép fokozatosan így terjeszkedünk, amikor már az egészet így egybe kell így menedzselni és átfogni. Én ezeket szerettem a videójátékban, és amikor egy játék konkrétan ezt a szkópot adja, az nekem kifejezetten szimpi. Úgyhogy a Terraformers kiegészítőjét szintén B kategóriába várom, és pakolom is föl ide. A B kategória? Hova is? Hol tartunk? Ja igen, a C kategóriába. Kezdek szétesni. Na, a következő játék szintén ismerős lehet a régieknek. Reus 2, bizony, C kategória. Én nagyon szeretném, hogy nagyon jó legyen. A Reus első része egy korszak volt nálam, és kvázi ezt a korszakot idézi vissza, hogy 2013 környékén, akkor kezdtem így a videójátékokkal is így videókat készíteni, és akkor játszottam sokat a Reusszal, tehát egy kicsit így visszarévedek ebbe a korszakba ezzel a játékkal, és nem tudom, hogy ennek szól-e a lelkesedésem, vagy inkább annak, hogy itt a Reus második része. Gyakorlatilag egy ilyen bolygón kell különféle biomokat így egymással kölcsönhatásba hozni, és ez is egy isten szimulátor, és a háttérben lévő ilyen nagy óriásokkal kell ezeket a varázslatokat, illetve terraformálós műveleteket így végrehajtanunk, és közben megvan egy nép, egy Isten adta nép, akiket pátyolgathatunk, fejleszthetünk a különféle természeti interakcióinkon keresztül. A második rész igazándiból az első részt folytatja, ott a labajta, új óriásokkal, új képességekkel, és még több Reus kicsit modern köntösben. Nem tudni, hogy mikor jelenik meg, lehet, hogy csak 2025-ben fog, minden esetre van már neki egy demója, amit ki is lehet próbálni, úgyhogy én már játszottam vele egy picit, jó pofa volt, és ajánlom, hogy ti is próbáljátok ki, hogyha szemezgettek vele. Úgyhogy a Reus 2 egy erős C az én olvasatomban. Egy szintén új játék, a Synergy. Na, ez a játék egy posztapokaliptikus roguelite kolónia per városépítős játék, nagyon egyedi vizualitással, engem egyébként a Lettice-re emlékeztet. Az is egy hasonló ilyen városépítős játék volt, még 16-ból, ha jól emlékszem, és gyakorlatilag ugyanezt a vizualitást hozza, nem tudom ennek mi a pontos megnevezése, de a lényeg annyi, hogy egy idegen planétán kell boldogulnunk a kis kolóniánkkal, felfedeznünk a planétát, és ezáltal fejleszteni az infrastruktúránkat, tehát különféle dolgokat megtapasztalunk a bolygóból, és azt utána fel tudjuk használni a városkán kolóniánk bővítésére, fejlesztésére, és akkor itt látható van egy tech tree, amiket majd föl lehet oldani, különféle épületek, épületfejlesztések, ha sokkal hatékonyabbak legyenek az épületek, megbirkózzunk a különféle viszontagságokkal, stb. És akkor szerintem itt minden együtt van, ami egy jó kis játékhoz kell az én olvasatomban, úgyhogy már csak meg kell jelennie valamikor 2024 első negyedévében, úgyhogy a Synergy-t mindenképp ki fogom próbálni, és remélhetőleg jó lesz. Nekem már várós. És végül, de nem utolsó sorban az utolsó C kategóriás játék az újak közül, a The Crust. A holdkéreg alatt kell egy bánya üzemet felépítenünk ebben a fotorealisztikus és egyébként egy ilyen reális megközelítésű
gyárépítős gyarmatszimulátorban. Gyakorlatilag így a hold felszínre kell bányagépeket installálnunk, illetve a hold felszín alá akár több emelet mélységbe is lefúrnunk, és akkor ott berendezkednünk a túlélés érdekében, és akkor kíváncsi leszek, hogy ez mit fog tudni. Elméletileg ez is 2024 első negyedévére datálható, és nagyon szépen néz ki, tehát nekem egy kicsit így az anno 2070 ugrik belőle, vagy 2250, ott is ugye a Holdon lehetett így mindenféle dolgokat csinálni, és ez viszont már nettó, csak a Hold, csak a Skifi, csak a bányászat, csak a gyártás, csak a túlélés, tehát így fókuszáltan arra a részére, ami szintén nekem nagyon kedves, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit fog tudni a Crust. És akkor lassan közeledünk a vége felé, itt a B kategória, ebből is az első a Blacksmith Wukong. Na ezt a játékot már jó ideje nagyon sokan itt nézegetik, és ez egy ugye egy ázsiai, egy kínai fejlesztésű játék, és így odaver. Úgy rendesen, tehát hogy ez egy akció RPG lesz, és akkor ez lesz valószínűleg a következő évben az én kis hentelős játékom. Gyakorlatilag egy ilyen ázsiai mitológiából táplálkozó, kicsit Dark Souls, kicsit meg God of War. Én így nagyjából így lőném be egyébként a játék stílusát, eszméletlen durván néz ki, és hát tényleg a kínai kultúra minden, miféle madarak azok, de jó Isten! Tehát, hogy a kínai kultúra, illetve a mondavilágban minden rémségét és agyszélményét megpróbálják itt realizálni, és akkor mellé meg itt van a Song Wukong történet is, aminek valószínűleg lesz egy áthalása, egyébként igen, Songoku az a Song Wukongból eredeztethető eredetileg, úgyhogy ezt a mondavilágot akarják majd így leképezni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és mondom, ez lesz az én kis hentelős játékom a következő évben, így a sok-sok-sok gyárépítés és automatizmus és menedzsment között egy kis hentelés majom módra. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a játékra, elméletileg 24 nyár végén jön, ha nem csúsztatnak rajta, de lehet még bármi. De mondom, ilyen nagyon, nagyon erős God of War vibe-jai vannak. És az utóbbi években egyébként a Kínából érkező játékoknál volt szerencsém nagyon sok nagyon durvá jó játékhoz, például Dyson is Kínából való, vagy az Amazing Cultivation Simulator is Kínából való, csak hogy még egy-két példát említsek, úgyhogy igen, Kínából érkezhetnek nagyon jó játékok is, nem csak szemét. Akkor ugyancsak B kategória, Empires of the Ants. Na, hát az Empire szó csak beficsorodott ebbe a játék nevébe is. Nem Empires of the Undergrowth, Empires of the Ants. A hangyák birodalma. Hát mit mondjak? Hangyás játék. Ráadásul nézzétek, durván jól néz ki. Tehát olyan szép, gyönyörű, fotorealisztikus hangyás játék. Tehát konkrétan ezt várnám az Empires of the Undergrowth-tól is. Vizualitásban. Ezt. És hát kicsit más aspektusból fogja ez megközelíteni a hangyázást, mint az Empires of the Undergrowth. Én nagyon remélem, hogy azért lesz ebben is kolónia management, de első blikre ez nekem inkább úgy tűnik, hogy lesz egy avatar hangyánk, egy vezér hangyánk, és akkor vele kell majd kvázi koordinálnunk a hangya csapatokat, és így túlélnünk, illetve keresztül verekednünk magunkat az aljnövényzeten, és mindenféle ilyen rovarral és egyéb ilyen kisállattal, kisemlőssel így megküzdenünk, hogy a bolyunkat a túléléshez hozzásegítsük. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Elméletileg 2024-ben jön az Empire of the Ants, az biztos, hogy én ki fogom próbálni, és az is biztos, hogy ti is láthatjátok itt a csatornán, úgyhogy hagyják előre 2024-ben is. A következő játék pedig a Star Miner. Na, ez a Paradoxosoknak, egy indie stúdiójának az új készülő játéka. Azt kell róla tudni, közben felpakolom még az Empires of the Ants-et is úgy utólag, azt kell róla tudni, hogy ez egy
űrhajó bányász menedzsment játék. Egy bányász operációt kell az űrben így finanszíroznunk, illetve vezetnünk, és közben folyamatosan fejlesztenünk a felszereléseinket, az arzenálunkat, a technológiánkat, és a vége az lesz, hogy egy ilyen hatalmas nagy bányász flottával megyünk aszteroida mezőről aszteroida mezőre, közben a betolakodókat, ellenséges erőket fel kell tartóztatnunk, hogy nehogy lerabolják az általunk kibányászott érceket, és mindeközben nem árt, ha közben valamennyi profitot is összegubázunk, hogy további űrhajókat, illetve fejlesztéseket eszközöljünk. Nagyon király a játék, tök jól néz ki, és hát mondom, bányászat, gyárépítés, menedzsment, skifi, ez az én játékterem, úgyhogy Star Miner 2024-ben várható, remélem jó lesz, és nem jut az Abyss-szal, vagy Into the Abyss sorsára, amit ugye szintén a Paradox adott ki, egy ilyen kis indie fejlesztés, csak aztán abszolút elkaszálták az egészet, illetve nem volt jó a játék, úgyhogy én nagyon szeretném, hogy ez jó legyen, ezért is raktam a B kategóriába. És végül a B kategória utolsó képviselője az új játékok közül, az pedig a Necrosmith 2. A Necrosmith első részét imádtam, egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, egy hótetszerű játék, hótetszerű grafikával, de zseniális koncepcióval. A lényeg annyi, hogy egy nekromantával vagyunk, és lényeket kell összelagúznunk különféle testrészekből. Tehát az egyik kéz, másik láb, test és fej. És akkor ezek lehetnek mindenféle lényekből. Zombik, csontvázak, gólemek, sárkányok, gyíkemberek, csak néhányat mondtam. Na és itt jön a második rész, ami ugyanezt a receptet viszi még tovább, amit láttam belőle, itt már lesznek ilyen titán egységek, amiket jóval több erőforrásból kell majd összelegóznunk, de cserébe ezek iszonyat táposak lesznek. Egyébként itt látható, hogy itt legózzák össze az egyik ilyen óriás titán egységet, ilyen óriás csontvázakat, óriás zombikat, óriás gyíkembereket. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a játékra. Az biztos, hogy ebben jó sokat fogok játszani, és ez a tipikus az a játék, amivel így elkezded játszani, de nem tudod letenni. És az Alavar adja ki, akiknek gyakorlatilag ez a profiljuk, ilyen egyszerű, kis pixel grafikás, általában roguelite játékokat hoznak ki, és mindegyik nagyon király, legalábbis amikkel eddig dolgom volt, úgyhogy ez egy újabb remek játéknak ígérkezik így a fejlesztő csapattól. Úgyhogy Necrosmith 2, nagyon várom. És akkor már csak kettő játék van hátra ebben a listában, és gyakorlatilag végeztünk így 2024-re. A kategória, nagyon-nagyon város, és ez pedig nem más, mint a paradoxosoknak a Civilization killerje, vagy a Civilization trónkövetelője, ez pedig a Millennia. Na, miért várom ezt a játékot nagyon? Egyrészt Paradox Interactive, tehát valószínűleg az elején bugos, nem balanszolt lesz, de legalább fog kapni fél éven belül 5 DLC-t. Tehát Paradox játék. De ahogy elnéztem így a képeket, a játék jól néz ki, a Civilization receptet követi sok szempontból, és egy Civilization alternatíva lesz, és ami a legfontosabb, hogy előre megy a jövőbe! Hajjajjaj, de még mennyire? Konkrétan a játék úgy fog kinézni, hogy korszakok lesznek, 10 korszak, így egymás után, és vannak a generikus, a normál történelembe bevett korszakok, mindegyiknek lesz egy fantázia neve, tehát, hogy lesz a kőkorszak, a vaskorszak, a, mit tudom én, a pestis korszaka, a reneszánsz korszaka, meg így, és így tovább, és így tovább, és így tovább, de aztán lesznek ilyen alternatív korszakok, amik kvázi ilyen párhuzamos valóságok, a mi lett volna, ha mondjuk a gőzgépek életképesek lesznek, és akkor ilyen steampunk korszak, vagy ilyen genetika korszak, meg utópia, és amiket így láttam belőle, hogy víz alatti városok, mindenféle ilyen futurisztikus egységek, akár ilyen fantasy egységek, ez az! Ezt kerestem! A Call to Power óta valami ilyesmit kerestem, és hát ez így akkor magasan az A kategóriában, tehát baromira várom, és nagyon-nagyon szeretném, hogy jó legyen.
És épp ennek megfelelően, hogyha nem lesz jó, oltári nagy koppanás lesz nekem, és nagyon-nagyon-nagyon sajnálnám. Mindettől függetlenül én nekem ez a játék eszméletlenül város, nagyon kíváncsi vagyok rá, és elméletileg 2024-ben már szansos, hogy meg is jelenik. Minden esetre Millennia, vésétek a fejetekbe, egy újabb Civilization trónkövetelő, ha más nem ezért, érdemes rajta tartanunk a szemünket. És végezetül, de nem utolsó sorban, az utolsó játék ezen a listán, az egy nagyon város kategóriámban, az S kategóriámban, a legjobban várt játék, így a közeljövőben az újak közül nem más, mint a Titan Quest 2. Tadám! Na, amikor így meghallottam, hogy jön a Titan Quest 2, majd kiugrottam a bőrömből. Konkrétan nekem a legkedvesebb ilyen Diablo-szerű hack and slash RPG-m az a Titan Quest volt. Azt kell tudni, hogy anno 2000-ben jött ki a Diablo 2. Mindenki rommá játszotta. Én is sokat játszottam vele, de nem annyit. És aztán 2003-ban vagy 2004-ben kijött a Titan Quest. És én elkezdtem vele játszani. Na most akkor ott, 2003-4-ben egy nyarat végiglanoztunk hamacsin keresztül az interneten a Titan Quest-tel. Egy egész nyarat. Eszméletlen jó volt. Tehát már csak maga miatt, az élmény miatt is nekem ez egy nagyon, nagyon fontos játék. De amit akkor én úgy erről a játékról gondoltam, azt mind a mai napig tartom. Egyrészt vizuálisan gyönyörű volt a játék így akkor már. Tehát, hogy a Diablo 2 ehhez képest undormányul nézett ki. De tényleg undormányul. Tehát egy ilyen pixeles fos volt. Ez a játék viszont letisztult, gyönyörű, világos, görög mitológia, Egyiptom, Róma, minden ott van. És így a legjobb, hogy a Titan Questhez az elmúlt években egy 15 éves játékhoz kezdtek el új DLC-ket is kiadni. És akkor most itt a folytatás. Nem tudom, hogy mi lesz benne a sztori, nem is érdekel kifejezetten, de az, hogy itt van egy új Titan Quest, hát epekedve várom. A másik nagyon jó dolog, amit én így imádtam, az pedig a játéknak a talent, illetve a kaszt rendszere. Tehát a Diablo 2-ben ugye az volt, hogy választottál egy kasztot, és akkor utána talentezted a pontokkal. És amire rányomtál egy pontot, az onnantól kezdve úgy maradt. És ha bele gebettél is, kezdhettél egy új karakter, de nem tudtál vele nincs elni. A Titan Quest ezzel szemben két dologban is zseniálisat újított. Egyrészt lehetett retalentelni, köszi, hello, én is így gondoltam. Tehát ez tök jó dolog, hogy így valamire ráraksz pontot, nem válik be, akkor ne kelljen már egy új játékot, karaktert kezdened, hogy így visszakozzál, hanem így lehessen kísérletezgetni. A másik dolog pedig, ami szerintem zseniális, és mind a mai napig annak tartom, az pedig a kasztrendszere. Tehát adva vagyom 10-valahány kaszt a játékban, és ezeket kombinálhatod. És a kombináció hozza ki a kasztját a karakternek. Ha csak egyet választasz, egyet fejlesztesz, akkor az egy kaszt. De mellé még választható, mondjuk tegyük fel, van 10 kaszt, a kiegészítőben talán lett még plusz 2-3-4 új kaszt is. De hogy 14x13, tegyük fel, 14 kaszt van a játékban, 14x13 kombináció van. Hát mutassatok még egy RPG-t, amiben ennyi kaszt közül lehet választani. Szerintem nem nagyon van. Úgyhogy ebből a két szempontból nálam így mindent vitt a Titan Quest, és akkor most itt a második rész, nagyon kíváncsi vagyok most így elnézve egyébként a játékból a képeket, a vizualitással nem lesz probléma, és ha csak hozza a Titan Quest feelinget, tehát ókor, Görögország, mitológia, én nagyon szeretem egyébként az ókori görög mitológiát, mindig is rajongtam érte a különféle történetekért, a mitikus lényekért, meg egyébként is magára korszakért is, de így, hogy így egy ilyen gyönyörű játékban ez így realizálódik, és hogyha hozza még hozzá azt a kasztrendszert, amit az alapjátékban lefektettek, hogy van 10-valahány kaszt, és akkor azokat így tetszés szerint kombinálhatod, és az adja ki a végleges kasztodat. Köszi, hello! És akkor így megint ugyanaz lesz a feeling, mint
15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, hogy kijött egy Diablo 4, oké, de itt a Titan Quest, miért akarok én Diablo 4-gyel játszani? Úgyhogy ezért én nekem a Titan Quest 2 az S kategória, természetesen ez csak szubjektív élemény, de bízom benne, hogy a játék ezt meg fogja szolgálni. Nem tudni még, hogy mikor érkezik, talán 2024-ben már kapunk belőle valamit, de ha később, nekem az se baj, kivárom. És ezzel végére is értünk ennek a fantasztikus rangsorolt várólistámnak, amit így 2023 év végén adok át nektek. Remélem, hogy tetszett, illetve tudtam egy-két olyan érdekes játékot is mutatni, ami felkeltette az érdeklődéseteket. Ha valaki tényleg szeretné, akkor mindenképp nézzen utána ezeknek a játékoknak, mert tényleg igyekeztem a legjobbakat választani. Ahogy látjátok egyébként az én kis listácskámat is, tényleg a normál eloszlást követi, de nem nagyon van rajta rossz játék szerintem. Tehát, hogyha még a legnagyobb csalódás is azt jelenti, hogy jó, játszottam belőle 8-10 órát, és köszönöm, hello, elég egyenlő. Mindenesetre, ha eljutottak idáig, akkor megint adjatok egy pacsit így a kommentmezőre, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm az egész évet, ez volt idén már az utolsó videó tőlem, jövőre folytatjuk, mindenkinek boldog új esztendőt, kellemes ünnepeket kívánok, és jó játékokat a karácsonyfa alá, meg azon túl is. Találkozunk jövőre, addig is játszatok jó játékokkal, sziasztok! Ja, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatta a csatornát, tényleg iszonyat hálás vagyok, srácok, és még egy utolsó dolog, indul jövőre a stream csatornán az élő közvetítés, kövessétek azt, nem leszek Twitch-en most egy jó ideig, hanem oda fogok élő közvetítéseket csinálni, így a YouTube csatornán az élő közvetítések mellé. Tehát itt is lesz élő, ott meg csak élő közvetítés. Na jó, most már mentem, sziasztok!